Alapos bemelegítése készülnek a spártai edzésre a Szexádi Spartan Training Group tagjai. Az Amerikából induló Spartan Race akadályfutó versenyek manapság már egyre népszerűbbek. Ahhoz viszont, hogy valaki rajtvonalhoz állhasson, alapos felkészülésnek kell alávetnie magát. Nagy Ákos több mint egy éve jár edzésre, és már versenyen is kipróbálta magát. Én is kihívást kerestem, mint a többiek. Nem is tudtam a létezéséről, hogy ilyen lehetőségek vannak, pláne nálunk. Aztán teljesen magával rántott a Spartan világa. Elolvastam utána a Deszénának a könyveit, utána jártam, hogy ez hogy működik, és nagyon izgatottan vártam azt, hogy eljussak az első versenyre. A versenyen akadályokkal tarkított pályán futva kell teljesíteni a különböző távú és nehézségi szintű feladatokat. Magyarországon évente többször is rendeznek megmérettetéseket, ahol extrém körülmények között tehetik próbára fizikai állóképességüket a versenyzők. Minden egyes versenyszámban, minden távon különböző akadályok kell teljesíteni. Egy akadály például egy dárdadobás, vagy akadály egy monkey bar, de az is lehet akadály, hogy meg kell mászni valakinek egy több mint 2 méteres falat. Van, hogy ezeket az akadályokat sárasan, vizesen kell teljesíteni. Igen, tesznek bele olyan kihívásokat néha, hogy mondjuk át kell kelni egy patakon vagy egy tavon, és utána vizesen kell neki menni egy nagyon csúszós falnak. Az edzések nem csak azok számára lehetnek hasznosak, akik versenyre készülnek, hanem azoknak is, akik gyorsan és hatékonyan szeretnék formálni a testüket, fokozni szeretnék az állóképességüket. A 2019-ben alakult Szexádi csoport edzéseihez kedden és pénteken lehet csatlakozni a Kesselyüsi út 22-ben.